Itt vannak a forgalmi helyzetek, és akkor ezt így lehet forgatni, hogy mindig más és más a megoldás. Az elméleti kereszt tanfolyamért ebben az autós iskolában is 15-25 ezer forintot kérnek. Ezen kívül a vizsgadíj költségét 4600 forintot kell fizetnie annak, aki megtenni az első lépést a jogosítvány megszerzéséhez. Egy B-kategóriás vezetői engedély, amennyiben valaki mindenből elsőre sikeresen levizsgázik, 180-200 ezer forintba kerül. Ezt azonban a fiatalok többsége csak nehezen tudja kigazdálkodni. Július 1-től egy kormányrendelet értelmében azonban az a 20 év alatti fiatal, aki sikeres vizsgát tesz, visszaigényelheti költségeinek egy részét, összesen 25 ezer forintot. Ezzel akár ingyenes is lehet az elméleti tudás megszerzése. Vladár Péterné, az egyik EGRI autós iskola ügyvezetője elmondta, visszatérítési igényeket a vizsgaletételétől számított egy éven belül kell a Magyar Államkincstárnak benyújtani. A támogatás megállapításáról pedig a nyugdíjfolyósító igazgatóság dönt. Az anyagi támogatás mellett természetesen a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket nagymértékben elősegíti egy vezetői engedély megszerzése, illetve a mai világban azért nagyon fontos a mobilitás, tehát erről nem mondhatunk le, és ez nagy előny a fiatalok számára. Tapasztalata szerint a tanfolyamokra elsősorban 20 év alattiak jelentkeznek, vagyis olyanok, akiket érinthet az új rendelkezés.